Túlélők, akik napról napra tengetik az életüket, céltalan, bolyongó emberek az utcákon. Ez látható a színpadon. Egy apokaliptikus világ tárul elénk Bozsik Ivett rendezésében, Puccini Bohém élet című operájában. Ebben a világban a művészetnek nincs értéke. Az egyik szereplő Muzetta, Váradi Marianna adja elő. A magánénekes 1991-92-es évadban 30 éve kezdte a Pécsi Nemzeti Színháznál pályafutását. 94-ben énekelte a Muzetta szerepét, majd külföldön is elénekelte, több előadásban, többféle rendezésben. Ha összegezni akarnám a szereplét, a Muzetta az, aki az egész darabban egy teljes életvidám, aki az életet imádja, imádja a szerelmet, imádja a boldogságot, és ezzel ellentétben ugye, hogy Mimi, aki pedig beteg, és bár ő is szereti az életet, de gyakorlatilag tudjuk, hogy egy halál lesz a vége. Tehát körülbelül ebben tudnám így összegezni a szerepet, és nagyon érdekes általában nagyon érdekesek a rendezői felfogások, hogyan közelítik ezt meg. A Bozsik Ivettel, akivel most dolgoztunk, nagyon harmonikusan tudtunk együttműködni. Egy nagyon profi rendező, és nagyon a zene oldaláról közelíti meg a szerepeket is, és a hangfajukat is. Én benne, mint szoprán vagyok, mint Muzetta, talán azért kaptam meg a szerepet, mert az életben is, és amúgy is tele vagyok energiával, és egy nagyon, nagyon, hát mondhatnám azt, hogy vígoperai figura vagyok, ha így veszük, de ez mondjuk színészi kérdés is. És a hangfajom is olyan, egy lírai koloratúrkészséggel. Tehát a Muzetta az nem kifejezetten lírai, hanem nagyon magas hangokat kell énekelni benne, és magas lágéban ez a koloratúraknak egyik sajátossága. Visszatérve a rendezői koncepciót, tehát többféle koncepcióba csináltam ezt a szerepet. Bár történjen, de ezt akarta talán az Ivett is, hogy történjen bárhol, bármilyen időben, bármilyen síkban ez a cselekmény mindig ugyanarról szól. És ebben a Muzetta is, és a többiek is mindig ugyanazt a karaktert, és ugyanazt az érzelmi világot képviselik, mint ahogy azt Puccini megírta. A rendezővel sokat beszélgettek a próbákon a színészek. Bozsiknak konkrét elképzelése volt a személyekről, a szereplőkről, azok gondolkodásáról, habitusáról, az érzelmi világáról. Ebben a világban Mimi a tisztaság és a szépség szimbóluma, ellentéte Muzettának. Ezt végig is vitte, tehát nem véletlenül, ha megnézzük a rendezést, a színek. A színek ugyanúgy ezt tükrözik. Tehát a Mimi maga a tisztaság, ő a maga a szeretet. A Muzetta az maga az élet, bár nem vagyok pirosban, ugye már szokták néha ezt teljesen ellenkező színben is, de hogy ő képviseli az abszolút életet, az abszolút boldogságot, aki viszont a végére ugyanúgy megtalálja a tisztaságát, és hát ez a legjobb szó rá, a hitét és a tisztaságát, mint ahogyan a Mimi, az kezdetektől fogva. Tehát mindenki azt mondta az Ivett, hogy mindenki a végére egyfajta megtisztuláson és egyfajta hitbe érkezzen meg a darab végére. És ez szerintem örökérvényű, ez tény és való. Marcello szerepét most éneki először Bognár Szabolcs. Ez a figura egy hős szerelmes, aki naív, de ugyanakkor tud vad is lenni. Érzelmileg nagyon sokat adott a művésznek. Romantikus, de ugyanakkor szenvedéllyel is tud szeretni. Ugye az ő párja az operában Muzett, aki meg teljesen az ellentétje a Marcellónak. Ő meg aztán teljesen 100%-ban az életet élvezi, és ott érzi jól magát. Úgyhogy én nekem, ami egy picit nehezebb volt, nem is az éneklés, mert ugye most már édestóva 12. évadomat kezdem itt a Pécsi Nemzeti Színházban, és ugye ősztől Lipi Zsolt igazgató úr felkérésére társulati tagként ez az első szerepem. Tehát az éneklés az nem okozott annyira nagy nehézséget. Nyilván
gyakorolni kellett és meg kellett tanulni, de szerencsére, ami az érzelmi dolgot illeti, abban nagyon-nagyon sokat segített Bozsik Ivett is, és nem is oly módon segített, hogy úgy instruált, hogy gyere be jobbról, állj meg, menjék ki balra, hanem szituációkat, helyzeteket mondott, ami a hétköznapi életben is előfordul. Úgyhogy így tudtam meríteni akár saját élményeket is, illetve hát ugye a zenei szöveg, amit az értelm, amit ad a szöveg, abból is tudtam meríteni, és hát így próbáltam összehozni a kettőt, és ugye a saját érzelmi állapotomat megmutatni a közönség számára. Ez a darab egy klasszikus opera. Sokan úgy gondolják, nehezen emészthető, és ha csak nem opera rajongó valaki, nem biztos, hogy elmegy egy ilyen előadásra. Ez azonban Puccini Bohém élet című operájára nem igaz. A Bohém élet az pont a könnyebb befogadáshoz ad egy fajta segítséget és egy élményt a nézőnek, még akkor is, hogyha mondjuk nem vágyfülű, vagy nem annyira operajongó, hiszen amit már említettem, hogy teljesen hétköznapi dolgot dolgoz fel. Tehát a történet is az, hogy nincs mondjuk pénzünk, és csak a művészetből próbálunk megélni, de az első dolgunk nem a félretevés, hanem akkor már egyből a mulatás. Nagy Isten, ugye kocsmába megyünk, jól érezzük magunkat, tehát teljesen olyan dolgok, ami azért mai világban is teljesen alap dolog tud lenni, és ha bejön ide egy hétköznapi ember, akkor biztos vagyok benne, hogy megtalálja a saját életében is azokat a dolgokat, amikkel azonosulni tud, és hogyha ezt már az opera tudja közvetíteni, és át tudja adni, hogy a néző bele tudja képzelni saját magát akár egy adott szereplő helyzetébe, vagy egy szituációba, akkor azt gondolom, hogy a célunkat elértük, és ezen dolgozunk, hiszen az opera az tényleg nagyon széles, nagyon színes skálájú műfaj, és hát igyekszünk ezt meg is mutatni. A darabban Mimi tragikus sorsa megtanítja a szereplőket arra, hogy a szeretet az égi törvény nélkül nincs értelme az életnek.